Szászfalvi László képviselő úr jelentkezett napi rendelőti felszólalásra. Parancsoljon, öné a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt országgyűlés! Európa a háború kitörése óta több mint egy éve küzd annak minden szörnyű negatív hatásával. Végre be kellene látni, hogy a brüsszeli stratégia, mely szerint Oroszország térdre fog kényszerülni a szankciók által, csúfos kudarcot vallott. Mindaz a negatív hatás, amit a brüsszeli elit Oroszországnak szánt, éppen Európában következett be. Európa egész egyszerűen saját magát szankcionálja. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke 2022 tavaszán minden fórumon ígéretet tett, hogy a szankciók majd tönkreteszik az orosz gazdaságot, ellehetetlenítik az orosz hadigépezetet, és így elhozzák a háború végét. Nem így történt, sőt ennek pontosan az ellenkezője. Azt is megígérték, hogy a szankciókat nem terjesztik ki az energiára. Aztán mégis megtették. Az orosz gazdaság nem semmisült meg, sokkal inkább alkalmazkodik a kialakult új helyzethez. Az egyévnyi szankcionálás következtében Európa gazdasága azonban már most recseg-ropog, és a szankcióknak az elkövetkezendő évtizedekben is beláthatatlan káros következményei lesznek. A brüsszeli elit még most is görcsösen ragaszkodik a téveszméhez, és nem látja be, hogy ami egy év alatt nem valósult meg, azt nem kellene mindenáron erőltetni. Ehelyett a brüsszeli szankciók felülvizsgálatára, tűzszünetre és béketárgyalásokra lenne szükség minél előbb. Brüsszel, ha mindenképpen háborúzni akar, akkor az infláció ellen kellene háborút vívnia, nem pedig az újabb és újabb szankciókon kellene törni a fejét. Nekik azonban esze águkban sincs, hogy megvédjék az európai emberek érdekeit, hogy megvédjék Európa gazdaságát. Mint ahogy nehéz időkben a magyar baloldal válságkezelése is abból állt, hogy támogatás helyett elvettek a családoktól és a vállalkozásoktól, és egyre több terhet tettek rájuk. Tisztelt országgyűlés! A magyar kormány célja e mostani veszélyes időkben is a családok, a nyugdíjasok, a gazdaság és a munkahelyek megvédése, valamint Magyarország biztonságának a megőrzése. A kormány ezért folyamatosan olyan intézkedéseket hoz, amelyekkel védi a magyar családokat és a magyar vállalkozásokat. A szankciós infláció mindaddig nem szűnik meg, amíg Brüsszel felül nem vizsgálja azokat, de addig is megfontolt kormányzati intézkedésekkel ezek hatása mérsékelhető. Tisztelt Ház! A szankciók 4000 milliárd forintot vettek ki a magyarok zsebéből 2022-ben. A gazdaságba válság idején be kell avatkozni, ezért a kormány a céljaink megvalósítása érdekében 20 intézkedést hozott, amelyből 10 a munkahelyeket és a vállalkozásokat, 10 pedig a családokat és a nyugdíjasokat védi. A munkahelyek és a vállalkozások védelme érdekében meghirdetésre került a Széchenyi Kártyaprogram, a gyármentő, illetve a gyármentő garancia és hitelprogram, valamint egy agrárhitelt törlesztési moratórium. Támogatásra kerülnek az energiaintenzív vállalkozások. A nagyvállalatok energiahatékonyságának támogatására is 230 milliárd forintot fordít a kormány. A kamatstop a kis- és középvállalatok hiteleire is kiterjesztésre került. Új nemzeti tőkeholding rendszer is létrehozásra került. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt országgyűlés! Nem elég tehát a passzív szemlélődés, a rossz időknek a puszta átvészelése, hanem aktív cselekvésre van szükség. Enyhíteni kell a bajt, és meg kell védeni az alapvető nemzeti érdekeinket, a gazdaságot és a munkahelyeket. A magyar kormány ezt teszi lépésről lépésre, újabb és újabb intézkedésekkel. A baloldali kormányoktól és politikusoktól megszokott válságkezelési módoktól eltérően Magyarország kormányához hasonlóan
Mi keresztény demokrata képviselők is ebben a közvetlen segítségben és támogatásban hiszünk, és ebben támogatjuk a kormány munkáját és erőfeszítéseit. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen, képviselő.